Köszöntöm a nézőket, szerdán becsengettek Magyarországon az iskolásoknak. Vendégeim itt a stúdióban Kréninné Kovács Tünde, az István Király Általános Iskola igazgatója, és Vizi László Tamásné a Tóparti Gimnázium és Művészeti Gimnázium igazgatója. Köszöntöm Önöket itt a stúdióban. Hát elindult ez a 2021-22-es tanév, szerdán, azaz tegnap becsengettek ugye itt a általános iskolásoknak, középiskolásoknak, sőt az egyetemistáknak is. Milyennek mondhatjuk ezt a mostani iskolakezdést? Ha jól tudom, akkor az István Király Általános Iskola 35 éves idén. Igen, 35 éves jubileum évét kezdte az István Király Iskola. Itt Székesfehérváron 1986. szeptember 1-én nyitotta meg kapuit, a város legfiatalabb általános iskolája. Nagyon sok átalakuláson mentünk keresztül, hiszen 35 éve én is először léptem át, mint motivált fiatal kolléga az iskola kapuját, és azt gondolom, hogy azért 35 év mindenki, minden intézmény ember életében azért nem kevés. Éppen ezért nagyon büszkék vagyunk az elődeinkre, akik ezeket az iskola alapjait letették, és azt gondolom, hogy méltán tanultunk tőlük, és igyekeztünk a hagyományokon túl innovatívvá válni, és módszertanilag megújulni. Mind jellemző ez az iskola külsejére, de a belsejére is, és én nagyon büszke vagyok arra, hogy ilyen innovatív csapattal tudok együtt dolgozni, mert azt hiszem, hogy ez nem egyéni munka, hanem jó, fontos természetesen az iskolavezetés is, de az, hogy egy csapat tudjon együtt dolgozni, a szülőkkel és a gyerekekkel együtt, az azt is bizonyítja, hogy számos szép eredményt értünk el. Azt gondolom, hogy itt a gyerekeknél, most mi 357-en vagyunk, és ez egy nem nagy iskola, de nagyon fontos a családias légkör ezzel a 357 tanulóval. A szülőkkel való kapcsolat és a partnerekkel való kapcsolat egyaránt nagyon fontos számunkra. Most igyekeztünk felújítani nagyon sok mindent, és próbáltunk egy kicsit mérlegre tenni az elmúlt 15 évet. Ezt azért mondom a 15-öt, mert ugye a 25 éves jubileum után, illetve most már 5 évet mondhatok a legutolsó időszakban arról, hogy Polgár Judit fémjelezte, sakpalotta programot indítottuk, közben referenciaintézményé váltunk, mentorintézményé, bázisintézményt azt hiszem mindannyian egyszerre kezdtük a Tóparti Gimnáziummal, és most nem hiszem, hogy jelenléti diátadásba, hanem majd ilyen digitálisba, de megkaptuk az Örökös Élmény Suli címet, amit az EGRI Egyetem adományoz nekünk, vagyis ott indították útjára a komplex alapprogramot, illetve az élménysulit, és ebben ilyen eredményt értünk el. Nemrég jött ez az értesítés, és nagyon örültünk ennek a címnek is. Hát de ez a cím kötelez, tehát nem csak azt jelenti, hogy címet kapjunk, hanem ehhez méltóképpen úgy a módszertani órákat, tevékenységeinket felfűzzük mindenre a 35. jubileumi évre. És akkor hogyan kezdődött a Tóparti Gimnáziumban ez a mostani tanév? Ugye hallottuk, hogy itt közel 400-an kezdték, akkor az Önök intézményében mennyien járnak most idén? Hát mi is nagy izgalommal és különösen nagy várakozással kezdtük el ezt a tanévet, úgyhogy nagyon készültünk rá, és nagyon vártuk a gyerekeket, hiszen a múlt évben ugye csak egészen rövid idő állt arra rendelkezésre, hogy a hosszú online oktatás után újra jelenlétébe találkozzunk össze, és zárjuk a tanévet.
Azzal együtt, hogy ugye nekünk egyéb kötelezettségeink is voltak, hiszen az érettségit kellett megfelelő korlátozások, és közben pedig lehetőségek biztosítása mellett megszervezni. Szakmai vizsgákat szintén a művészeti szakgimnáziumban az előírásoknak megfelelően kellett befejezni. A mi iskolánk egy icipicit fiatalabb, hiszen mi 89-ben kezdtük, nincs jubileumi évünk, de készülünk arra, ami a következő alkalmakat fogja jelenteni. Valóban valamivel nagyobb iskoláról beszélhetek, hiszen a mi tanulói létszámunk 732 fő. Mindenki megérkezett, nagyon örülünk ennek, mert azért ez nyilván azt is fémjelzi, hogy a gyerekek is várták ezt a találkozást, még akkor is, ha valóban kettős érzelmeket kelt egy szeptember 1-i kezdés, sajnáljuk a nyarat, de várjuk a szeptembertől az új lehetőségeket. Azt hiszem, hogy érdemes a mi iskolánkból is elmondani azokat az eredményeket, amit a tavalyi évben a zárásként érzékelhetünk. Azzal együtt, hogy az előző fél évben, tehát az előző tanév végén is 3 hónap digitális oktatást kellett megoldani és végigcsinálni eredményesen. Most egy nagyon bő fél évről beszéltünk, és azért azt elmondhatom, hogy az eredményeinkben ez egyáltalán nem látszik, és nem nyomta rá a bélyegét. Egy 4,6-es átlagú iskoláról beszélünk. Nagyon magas számú volt a kitűnők, illetve a jeles bizonyítványok száma, és azt is örömmel mondhatom el, hogy a gyerekeink kiválóan szerepeltek az érettségiken és az érettségi eredményekkel a felsőoktatásba való bekerülés lehetőségét tekintve. Elmondhatom azt is ezzel együtt, hogy gyakorlatilag az első helyeken sikerült az egyetemi továbbtanulásokat úgy megvalósítani, hogy gyakorlatilag 1-2 kivétellel az egész évfolyam az egyetemen megkezdhette most a tanulmányait. Én azt gondolom, amit kolléganőm is elmondott, hogy azzal együtt, hogy ez egy nagyon kemény társas játék volt. Elsősorban, mivel nagyobb korosztályról van szó, a tanárkollégáim és a gyerekek között, aminek az eredményéről éppen most be tudtam számolni, ez pontosan fémjelzi szintén ugyanazt, amit elmondhatok az én tanártársaimról is, hogy rendkívüli szakmai tudással rendelkeznek, rendkívül innovatívak, és nagyon nagyosan fel tudták venni azt a fordulatszámot, amit megkövetelt az a helyzet, amit meg kellett nagyon jól oldanunk. Valóban fémjelzett a mi iskolánk is olyan címekkel, amit egy középiskola meg tud szerezni. Itt szeretnék én is a mentoráló intézmény címre hivatkozni, aminek a folytatása, és ahogy kolléganő mondta, együtt indultunk a tavalyi évben a bázisintézmény címért kapott lehetőséggel. Hozzáteszem azt is, hogy ezek is mind éltek az iskolában, hiszen azok a szakmai tudásmegosztó programok, amelyeket ennek keretében megvalósítottunk, online is alkalmasak voltunk rá, és azért ezek nagyon fontos dolgok, hogy be tudtuk kapcsolni abba a vérkeringésbe a külsős kollégákat is, amit egyébként az iskola életében nagyon ügyesen sikerült meghonosítani és alkalmazni. Hát most nagyon bízunk benne, hogy az a jelenléti oktatás, aminek neki tudtunk a tegnapi napon indulni, ez fennmarad, sokáig tud fennmaradni, ha véletlenül változás lenne. Én azt gondolom, hogy ezt kívánjuk mindannyian, tanárkollégáim is, az iskola vezetése, és természetesen a gyerekek is, és nyilván az a szülői háttér, akikről elmondhatom, hogy rendkívül támogatók és velünk együttműködők, hogy ez a lehető legtovább, további szép eredményeket tudjon hozni a továbbiakban. Ugye itt elhangzott, hogy a digitális oktatás az azért jól sikerült, az önök intézményében ez milyen volt? Sikerült. Egységesen próbáltuk a Teams-et alkalmazni, és szülői visszajelzések alapján, ugye mert volt egy-két olyan szülő, aki Office-ba dolgozott otthon, és végighallgatta az órákat, illetve jelenlétével látta, hogy hogyan próbálunk oktatni, nevelni. Hát oktatni és nevelni azért digitálisan nem olyan egyszerű, és nagyon várjuk, azért várjuk a jelenléti oktatást, mert ugye a visszajelzés azért sokkal, tehát nagyon fontos lenne.
mi tanítók, tanárok, azt hiszem mondhatom mindannyiunk nevében, hogy nagyon sok mindent tudunk a gyermekek szeméből kilesni, érezni azt, hogy reagálnak, tehát pont ez a lényege a tanári munkának, nem csak a személyes példamutatás, hanem egyáltalán a kommunikáció, a ráérzés, az együtt munkálkodás, a differenciálás, és azért ez digitálisan sokkal nehezebb, tehát maga a fizikai valóság nehéz. De azt gondolom, hogy ennek megelégedésére mindannyian meg tudtuk ezt tenni, és az eredményeinket nekünk sem látszottak ezek, és szép eredmények születtek. Én bízom abban, hogy erre nem kerül sor az idejében. Tehát, hogy egyre több jelenléti oktatás lesz. Lehet, hogy lesz egy-két osztály, reménykedjünk benne, hogy nem. És hát egy kicsit az elsősöket is féltjük attól, mert azért első osztályban digitális oktatás az... Meg a szülőket is féltjük ettől. Na. Ugye a jelenléti oktatás elindulhatott, azért vannak járványügyi előírások, amiket még azért meg kell tenni, majd egy kicsit erről is, hogy mik ezek. Illetve hát lehetőség volt arra, hogy az oltást felvegyék ugye az iskolások, és ezt meg kellett azért szervezni, hogy ez megtörténhessen. Ez hogyan sikerült az intézményekben? Azt gondolom, hogy nálunk nagyon jól sikerült mozgósítani, és valahol a lehetőséget úgy megadni a szülők számára, hogy azt a döntést hozzák meg, hogy aki még nem vette fel az oltást, miközben 12 év felett, hiszen minket érint ez a korosztály, lehetőség van rá, minél többen ezzel a lehetőséggel tényleg éljenek is. Ugye a mai napon került a sor arra, hogy a gyerekek az oltópontra tanári kísérettel és tanári szervezéssel elinduljanak. A mi iskolánkból 51-en jelezték, hogy ezt szeretnék igénybe venni. Úgyhogy ez, én feltételezem, hogy tényleg azt a közös felelősségvállalást és felelős magatartást fémjelzi, amit mi nagyon nagy szeretettel és odaadással végeztünk el, és nagyon örülök annak, hogy a szülők ehhez felcsatlakoztak, és úgy döntöttek, hogy ekkora csapattal érkezhettünk meg erre az oltópontra. Nálunk is megtörtént a szervezés. Ugye nálunk inkább a 7.-8.-osokat érintette ez a történet. Kimentek az értesítők, és sokan jelezték vissza, hogy már megtörtént az oltás, tehát volt ugye a jelenléti éven egy olyan kérdés, hogy igen, ez megtörtént. Most nem olyan sokan jelezték, most 6 tanulót vittek el az oltópontra, itt most a szülők, ugyanis a nyilatkozatot eredetibe kellett ott, nem, mi nem voltunk oltópont, hanem a Németh László iskolába kellett a mi gyermekeinknek elmennie. Úgyhogy de megtörtént, és köszönjük azon szülőknek, akik így gondolták. Én azt hiszem, hogy itt nagyon nagy a szülői felelősség, az, hogy ténylegesen a szülők gondolkodásmódjába, illetve a jövő alakulásába hogyan állnak ezekhez a dolgokhoz. Mi mindenképpen köszönjük a lehetőséget, és azt gondolom, hogy ezt sikeresen megszerveztük, ami rajtunk múlott. Ez most azért tényleg egy boldogabb ősz így szülő szemmel is, hogy most már be lehet menni mondjuk a gyerekekért délutánonként. Tehát egy kicsit másabb lett, ugye nem kell maszkot sem viselni, bár ugye nem lehet tiltani sem, tehát hogyha valaki szeretné felvenni, akkor felveheti. De mi most a teendő egyébként járványügyben? Ha tanulót találnak, aki pozitív, akkor azt le kell lejelenteni, és hát mi történik azzal az osztállyal, ahol találták, ha benne volt éppen már a közösségben a gyermek, tehát még már iskola kezdés után vagyunk. Igazából nekünk tegnap jelentettünk le egy elsős kisgyereket, műtét előtt állt, és ellenőrizték, és pozitív eredménye lett. Ez egy tanuló, természetesen jelentettük. A másik oldal pedig az, hogy a védekezésben igazából mi továbbra is mondjuk nem mérünk hőmérsékletet most a bejövetnél. Mi kértük a szülőket, ha lehetséges, akkor az iskola előtt várják a gyerekeket, tehát még egy kicsikét próbáljuk a benti létet, úgymond, de igazából nem lehet tiltani semmit sem.
de én kértem továbbra is a kézfertőtlenítést, tehát amit meg lehet tenni, maszkhasználat nincs. Igyekszünk sokat az udvaron tartózkodni, tehát a szünetekben. A tavalyi fél évben, mivel mi elég sokat tudtunk jelenlétibe hozzátok képest tanítani, éppen ezért mi rövidített órákkal, tehát 40 perces órákkal mentünk, azért, hogy mindig tudjuk biztosítani a 20 perceket a tanulóknak, és két részre osztottuk a társaságot. Az egyik, amiért most is nagyon hálás vagyok, és nagyon örülünk a nagyon szép parkolónknak, a belső udvarunknak, és ott van mellettünk az a nagyon szép játszótér. Tehát az egyik fele egy kicsikét a játszótérre, amikor hosszabb szünet volt, vagy a 20 perces szünet az alsósok közül, többiek pedig a belső udvaron tudtak levegőzni, és ezek a 20 percek azért nagyon sokat jelentettek abból a szempontból, hogy a levegőzés. Most is, hogyha esetleg arra kerül sor, akkor ezt a 20 perces levegőztetést, ezzel a 5 percen nem fog múlni a tudás szerintem, ezzel a 40 perc alatt is meg lehet tanítani a gyerekeket, de fontos az egészség. Úgyhogy én a fertőtlenítést ugyanúgy szeretném továbbra is, már ami mint igazgatói hatáskörben, amíg van, meg szerintem lesz is, és nagyon figyeljük azokat az utasításokat, vagy előírásokat, vagy azokat a szabályokat, amelyek lesznek. Igen, hát valóban így van, hogy lényeges lazításokra lehetőségünk van, és leginkább az, hogy az iskolán belül mi történik, elég sok olyan terület adódott, ahol az intézményvezető döntése, felelősségérzete alapján határozható meg. Mi is arra próbálunk figyelni, hogy azért azokat a szabályokat, vagy azokat a lehetőségeket, ami esetlegesen egy újabb átfertőződést jelenthetne bármelyik közösségben, azokat biztosítsuk, hogy ezzel ki tudjuk viszont védeni. A fertőzés, tehát a fertőtlenítés mindenütt adott. A beléptetésnél nagyon figyelünk erre, kérjük is a gyerekeket, hogy ne feledkezzenek meg róla. A lábtörlésen keresztül nyilván a kézfertőtlenítését. Minden osztályban benne vannak ezek a szerek, több helyen helyeztük el kívül az osztálytermeken kívül is a folyosókon, hogy bárhol bárkinek erre lehetősége legyen, ne legyen ebből gond. Hát ugye mi megint mondom, hogy mi nagyobb korosztállyal dolgozunk, tehát így a szünetek és a levegőztetés nem így történik, de szerencsére egy nagyon szép olyan iskoláról van szó, ami olyan természeti környezetre nyithatók az ablakok, amiket nyitva is tartunk, mert ugye forgalomzaja, egyéb más zajok nem zavarják a belső munkát. Minden esetre mi is ezt nagyon fontosnak tartjuk. Igyekszünk természetesen mi magunk is a továbbiakban, és minden olyan apróbb lépést is megtartani, amivel fogjuk tudni garantálni azt, hogy a nyugalom és a vírustalan helyzet, amennyire csak lehet, megőrizhető legyen. És reméljük, hogy marad is akkor tényleg a jelenléti oktatás, hiszen mind a két intézményben azért fontos események lesznek, kiállításokat is ugye szoktak rendezni, illetve hát önöknél vannak versenyek. Na, egy kicsikét ezekről beszélgessünk akkor, hogy milyen versenyeket szoktak önök rendezni. Én már voltam nem is egyszer egyébként önöknél magyar versenyen, tehát amikor ilyen szép kiállítási verseny volt, igen. És hát ugye a sakk is fontos szerepet kap az intézményben. Így van. A közös versenyünk az idegen nyelvi verseny, angol-német. Ez olyan december környékén kerül, ez egy megyei idegen nyelvi verseny, és most már 98 óta partner intézmények vagyunk, és azóta megrendezésre kerül a megyei idegen nyelvi verseny. Ezt decemberre tervezzük, még pontosan Évával nem egyeztetünk arról, hogy mert ugye mindig egyeztettünk akkor, amikor arról van szó, hogy most jelenléti vagy nem. A tavalyi évben elmaradt, mert pont az az időszak volt, ami sajnos nem tette lehetővé azt, hogy meg tudjuk rendezni. Ezen kívül a jubileumi évünkben a Kazinci verseny február 16-án megrendezésre kerül, és szeretnénk újítani is az idei évben, ezt beszélgettük a kollégákkal, mindenképpen szakmai napot fogunk tartani. Itt, ha jelenléti lesz, akkor bemutató órákkal fogjuk
Az egyik a pont az örökös, vagyis az örökös élménysuli kapcsán a ráhangolódás. Ez egy olyan, nem is óra típusnak nevezném, hanem egy olyan beszélgetésnek, egy olyan módszertani fogásnak, ami a gyerekeknek az életét könnyíti meg. Tehát vagy a nap elején a kicsikkel, vagy egy kicsit a hét vége felé a tanítók, illetve a tanárok élhetnek vele. És a bázis intézmény, úgy gondolom, ahogy az Éváék is már közé tettük és elküldtük azt, vagy most küldjük a napokban, hogy mit szeretnénk szakmai nap, ez október 14-én lesz nekünk, vagyis azt szeretnénk, és ezen kívül tavasszal is tervezünk ilyet, és hát a királyi igazságok kapcsán szeretnénk még egy olyan megemlékezést, ami kulturális kicsi bemutató is lenne az iskolánkban. Tehát a terveink megvannak, én csak azért drukkolok, hogy mindezt meg tudjuk valósítani. És hát ugye a Tópartiban nem csak művészeti, de azért van művészeti oktatás, és ezekből a művészeti alkotásokból pedig szoktak kiállítások is születni. Így van, és nagyon bízunk benne, hogy most meg tudjuk úgy tervezni, rendezni, mint ahogy eddig minden évben, kivéve a tavalyit, amit azért nem hagytunk el, mert a kiállításokat ugyanúgy felépítettük, megszerveztük, csak online történt meg annak a megtekintésére a lehetőség biztosítása, amire azért én nagyon büszke vagyok, mert azért egy ilyen anyagnak az összeállítása azokkal az eszközökkel, ami a rendelkezésünk, meg leginkább a gyerekek rendelkezésére áll, szerintem azért nagyon jól sikerült, és rendkívül sokak látogatták, és erre én nagyon-nagyon büszke is vagyok, és nagyon köszönöm nekik, hogy az ötletemet elfogadták, és felcsatlakoztak hozzá, és mindent megtettek, hogy tényleg nagyon jól sikerüljön. Reméljük, hogy ezt a nagyon-nagyon komoly munkát az idén nem így kell elvégezni, hanem valóban találkozni tudunk azokkal a vendégeinkkel, akik eljönnek és meglátogatják azokat a kiállításokat, amiket az idén is terveztünk, ami rögtön már október közepén egyik már nyílna is, ami a szokásos októberi kiállításunk. Nagyon érdekes tematikával szoktuk ezt a kiállítást megtervezni, mindig más a téma, mindig másféleképp fogjuk meg ennek a lehetőségét, de immáron ez már a 11. alkalom lesz, úgyhogy biztos vagyok benne, hogy ez is nagyon nagy érdeklődésre fog számot tartani. Ugyanennyire érdekes az is, amikor a téli tóparti tárlatra készülünk, hiszen ekkor az összes tópartiban tanuló művész tagozatonra járó gyereknek fogjuk a munkáit kiállítani, a legjobbakat, egyrészt a rajzi készségük bemutatására, másrészt pedig, ami a szakmához illeszkedő tárgyat fogja jelenteni. Ez is az a kiállítás, ahova nagyon sokan érkeznek, nézik meg, jelenik meg először a gyerekeknek a nagy közönség előtt a munkáik, ami nagy büszkeséggel tölti el őket, mint ahogy nagyon jó dolog az, hogy nagyon sok partneriskola az, aki eljön rajzóra keretébe, délutáni foglalkozás keretébe, és egy kis betekintést nyer arra, hogy mi minden folyik igazából ennek az oktatásnak a keretében. És hát további elképzeléseink is természetesen vannak, mint ahogy a tavalyi évben az is nagy büszkeség volt számomra, és azt hiszem, hogy egy nagy értéke az iskolának, hogy gyakorlatilag még a diákbált is meg tudtuk szervezni online. Ez egy kicsit furcsán hangzik nyilván, de ez fémjelzi azt, és azért ezt emeltem ki, mert minden megemlékezést, minden ünnepnapot, minden eseményt át tudtuk helyezni az online térbe. Nyilván nem volt meg az a jó érzés, ami pont ebből adódó a kapcsolatoknak az ápolását, az, amikor megérinthetem, mellé állhatok, és valóban úgy, ahogy itt is elhangzott, hogy egy tekintettel valamiféle üzenetet tudok küldeni, de az, hogy megőriztük ezeket az értékeket, azért, hogy vissza lehessen hozzá csatlakozni, ez nagyon fontos volt. Most itt lesz remélhetőleg a lehetőség, hogy ezeket, ami a hagyományrendszerünkhöz tartozó események, mindegyiket meg fogjuk tudni valósítani. Mi több természetesen, mint székesfehérvária,
továbbiak különös tekintettel fogunk arra odafigyelni, hogy az aranybóla jubileumának megfelelő megünneplése egy egészen komoly rendezvény sorozattal nagyon sok mindent hozzáillesztve bekerült a munkatervünkbe, amelyet a kollégák indítványára és ötletei alapján állítottunk össze. Természetesen azokat a versenyeket, amit országosan meghirdetve szoktunk megszervezni, ezeken továbbra is szándékozunk részt venni, azokat, ami megyei szintű, szintén szívesen fogjuk látogatni, és szerencsére vannak saját versenyeink is, amik szintén olyan hagyományokra néznek vissza, amelyeket én azt gondolom mindenképp folytatni kell, és mindenképp olyan értéket fog adni azokkal a partnerekkel együtt megvalósítva, amelyet ettől a továbbiakban is várunk, hiszen az eddigi tapasztalatok nagyon jók voltak. Ugye már egy kicsit az eredményeket ön még a műsor elején elmondta, viszont azt, és azért az István Király Általános Iskoláról is azért tudjuk, hogy vannak eredmények. Én tudom, hogy voltam forgatni egyszer önöknél, amikor egy évnyitón a nyolcadikosokat tüntették ki, akik már nyelvvizsgáztak. Igen. Ez azt jelenti, hogy az önök intézményében hangsúlyos szerepet kap a nyelvoktatás. Igen, hát ezért is van a megyei idegen nyelvi verseny, de azt gondolom, hogy méltán lehetünk büszkék, tehát nem vagyunk két tannyelvű iskola, de az emelt szintűek heti 5 órában vagy tanulják az idegen nyelvet, és tavaly 6 középfokus nyelvvizsgásnak tudtuk átadni az elismerést. Az idén 4 tanulónk, az egyiknél nagyon sajnáljuk, hogy nem próbálta meg a középfokút, mert 97%-os alapfokút írt szerintem, bőven sikerült volna neki, de sikerült most is középfokusnak is átadnunk az évnyitón, és alapfokú nyelvvizsgásnak általában C-típusokat próbálják meg a gyerekek, jól teljesítenek, és azt gondolom, hogy ez a szülők, gyerekek, gyermekek és a tanáraink profizmusát sejteti, hogy ténylegesen odafigyelnek, és nagyon büszkék vagyunk rá. Még az előbb elfelejtettem mondani, és szerettem volna, hogy a Világsakkfesztiválhoz mindig kapcsolódunk. Megyei versenyeredményeket tudhatunk magunk után, magunk mögött, és azt hiszem, hogy ezek a gyerekek, hát én már nem vagyok 35 éves, mint az iskola, de nagyon-nagyon büszke vagyok, és tudok azért lelkesedni, hogy ezek a gyerekek egy év, 2 év elteltével a versenyeken nagyon szép eredményeket produkálnak, és megtanulják azokat a játékszabályokat. Tudnak a másikra várni, tudnak gratulálni, a másik szemébe nézni, kommunikálni, és ténylegesen örülnek a versenyeredményeiknek. És ez nem csak logikai, probléma megoldó gondolkodást nyújt, hanem azt is, hogy a nevelésükben, a kiállásukban, a kommunikációjukban mindenben fejlődnek. És ez már látszik abban is, hogy a gyerekek maguktól javasolták azt, hogy legyen a Világsakkfesztiválra, hogy minden osztály rajzolhasson, és kiállítottuk ezeket a képeket. Egy nagy vászon is született, hogy minden osztály hogyan vett részt a Világsakkfesztivál eseményein, az idén is indulunk. Most október 9-én lesz, ha jól emlékszem, a Világsakkfesztivál, csatlakozunk hozzá. Ez megmutatkozik abban, hogy szombaton egy egész napos rendezvényünk lesz, és abban is, hogy produktumokkal fognak az osztályok csatlakozni ehhez a rendezvényhez. Tehát nagyszabású lesz, és még a okostermet szerettem volna elmondani, amire megint egyrészt nagyon örülünk, másrészt pedig szeretnénk kihasználni. Most beszéltem tegnap Laufer Tamással, és folyamatosan ebben a munkában vagyunk, és nagyon büszkék vagyunk, meg örülünk annak a lehetőségnek, hogy mi ezzel élhetünk, és egy következő szakmai nap majd erről fog szólni, de ezt majd akkor, most még nem tudom, de nagyon várjuk ezeket az eseményeket. Ugye itt már tényleg elhangzottak azért az eredmények, de ugye egy kicsikét, hogyha arról beszélnének, hogy akkor mondjuk az egyetemre hogyan tudnak elkerülni a Tóparti Gimnázium, milyenek az eredmények, és hogy az István Király Általános Iskolából merre fele szoktak tovább tanulni a gyerekek, hová tudnak tovább haladni.
Hát ugye a segítség ahhoz, hogy egy jó emelt szintű érettségi letételére lehetőség nyíljon, már 11-ben fakultációs foglalkozásokat választhatnak a gyerekek, és ezek ugye folyamatos heti 2 órás foglalkozásokkal azért elég jó alapot mutattak, mint ahogy az eredményeket lehet látni, és ahogy ezek tükrözik, hogy jó irány ilyenkor, amikor ezt választják. Nyilván ez azt jelenti, hogy egyrészt azt az anyagot, ami elkülönül azoktól a tananyag részektől, amely a középszintű érettségi követelményeit jelenti, tehát itt keményen hozzá kell tenni, mind a tudásban, mind pedig szorgalomban, hogy megfelelően lehessen ezt működtetni. Szerencsére nem lehet panaszunk ezzel kapcsolatosan. Tehát ez a segítség mindenképp adódik. Nyilván vannak olyan egyéni segítségek is, amikor még további anyagra van szüksége a gyereknek további érdeklődéséhez, illeszkedő tudást kell átadni, a kollégáim felkészültsége megadja erre a lehetőséget, és nagy szeretettel szokták ezt a feladatot teljesíteni. Ami még nagyon fontos az az, hogy ugye a diploma kiadásához azért a nyelvvizsgának továbbra is zsebben kell lennie. Ugye az eredeti elképzelés szerint már egy középfokú nyelvvizsga kellett volna a belépéshez, ez ugye kikerült a követelményrendszerből, bár szerencsére ezt a gyerekeinket különösebben nem sújtotta volna. Mindig a kimenő évfolyamot figyeljük, és hogyha most a 150 érettségiző a 200 nyelvvizsgát, mint számot hozzáillesztem, akkor jól lehet látni, hogy ez azt jelenti, hogy többüknek nyilván legalább 2 nyelvvizsgája is van. Na most ehhez még azt is hozzá kell tennem, hogy ebben a számban az is benne van, hogy rögtön felsőfokú nyelvvizsgára mennek el, tehát a lehető legmagasabb színvonalat ezzel meg tudják szerezni, és azért ez egy olyan előny az elkövetkezendő időszakban, ahol az egyetemnek nem feladata már a nyelvi képzés, ami neki a diploma megszerzéséhez azért mindenféleképpen egy nagyon nagy lehetőséget nyújt. Én azt hiszem, hogy azok a versenyek is, amiket az előbb már mondtunk, jó felkészülést jelent arra, tehát olyan rutin tud adni arra, hogy amikor neki egy olyan megmérettetésen kell részt venni, ami ugyan az érettségit jelenti, de az nem megismételhető, ha meg kell ismételni, akkor baj van vele, úgyhogy minden esetre ez a versenyrutin hozzáteszi azt a tapasztalatot, amit mondjuk pont a megmérettetés során elő kell hozni. Én azt hiszem, hogy ez is fontos kérdés ebből. Na, ehhez azért tegyük hozzá, hogy a kollégáim akár középszintről, akár emelt szintről van szó, azért az utolsó időszakban elég sok próbaérettségit is íratnak a gyerekekkel. Miért? Azért, mert azt a helyzetet, amit ott időben is át kell tudni élni, hogy megfelelően tervezni, hogy beleférjen abban az időkeretbe, ami alatt teljesíteni kell, ezt is gyakorolni kell. Úgyhogy a tudás az egyik, a másik az, hogy egyfajta vizsgarutint is szerezni kell, és én azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos, hogy ez adódjon. Ez nem csak az írásbelire vonatkozik, hanem a szóbeli vizsgáknak a teljesítését is gyakorlatilag, így ezeken a fakultációs foglalkozásokon lehetőséget biztosítanak arra, hogy gyakorlatilag egy éles helyzetet meg lehessen élni, hogy ne az legyen az első, amikor már az érettségében ezt meg kell mutatniuk. Akkor csak röviden, akkor az önök intézményében, hogy merre fele tudnak tovább tanulni a gyerekek egyetemeket, vagy középiskolákat nézve, és hát milyen eredménnyel tudnak felvételizni? Jó eredménnyel. Büszke vagyok arra, hogy a 2/3 rész szakgimnáziumba, illetve gimnáziumba tanul tovább. Ezeket a helyeket elsősorban első helyen teljesítik a gyerekek, második helyen is történnek, de általában az első helyen megjelölt intézménybe jutnak tovább. Ez szerintem nagyon jó. Természetesen vannak olyanok, akik 1/3 rész, aki máshova megy, tehát segítsetek most, melyik iskola típus? Technikum. Nem a technikum, hanem még a szakmunkás, vagy ez, hogy hívjuk. Szakképzőkbe mennek, de ez elenyésző, és inkább a szakgimnáziumokba, illetve a gimnáziumokba adják be.
Ez köszönhető annak, hogy a pályaorientációnk egyrészt jó, tehát egyrészt a pályaorientáció. Köszönjük a partnerintézményeknek és az iskolába, valamint most indítunk egy ilyet, hogy az Alba Innovárral közösen lesz egy ilyen digitális program, amiben a gyerekek részt vehetnek, és a pályaorientációval is segítjük a gyerekeinket. Az állandó programunk, de ez most egy újabb, új színesítése lesz a palettának. A másik oldal az, hogy mi is próbáljuk a gyerekeket felkészíteni. 7.-8. előkészítőnk van a gyerekeknek, mind magyarból, mind matematikából, és ezeken az előkészítő foglalkozásokon mindannyian részt veszünk, igyekszünk differenciálni. A komplex instrukciós programot, tehát a csoport vagy csapatmunkát abban, igaz, hogy egyéni a felvételi, de a csapatot vagy a csoportmunkát abban erősítjük, hogy a státuszt emeljük. Tehát mindenkinek van tervezése, szervezése, illetve kommunikációja. És mi is csinálunk ilyen kis, nem kis érettségit, hanem kis felvételit, amikor tényleg olyan helyzetet teremtünk a gyerekeknek, amikor 2 órán 15 perces szünettel írnak, és próbálják meg ugyanazokat a körülményeket megteremtve, hogy érezzék, mert vannak olyan tanulók, akiknek nagy a versenyrutinja, és vannak olyanok, akik még nem próbálkoztak vele. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak itt a Köztér című műsorunkban, és hát sikeres évet kívánok önöknek, a diákjaiknak, tényleg, hogy egy jó kis jelenlét is tanéven legyünk túl. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégeink voltak. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, a mai Köztérben a tanévkezdéssel foglalkoztunk. Vendégem volt a stúdióban Kréling Nét Kovács Tünde, az István Király Általános Iskola igazgatója, és Vizi László Tamásné, a Tóparti Gimnázium igazgatója. Köszönjük, hogy velünk tartottak, viszontlátásra!